Műsorunk fő támogatója a KZ Invest Kft. Köszöntjük nézőinket, önök az Autosport és Formula magazin júliusi adásának rally híradóját látják. Műsorunkban a sportág legfrissebb hazai hírein és a nemzetközi beszámolókon kívül több színes érdekességet és egy stúdióbeszélgetést is kínálunk önöknek. Tartsanak velünk! Mai adásunkban vendégül látjuk Maricek Miklóst, aki elmeséli, hogyan került a versenysportba és miért érdemes autóversenyzőnek lenni. Beszámolunk a Székesfehérvár rally legfontosabb történéseiről, és külön bemutatjuk az első és a másodosztály küzdelmeinek legszebb pillanatait. Visszatekintünk az RC legutóbbi két futamára, és megmutatjuk, milyen balesetek borzolták a kedélyeket Cipruson. Ellátogatunk az egyik legkülönlegesebb magyar motorsport műhelybe, és kiderítjük, hogyan bánik az elektromos gokárttal Hadik András, aki az idei négy rally futamból már kétszer is maga mögé tudta utasítani a tavalyi bajnokot, Herczig Norbertet. Rovatunk támogatója a versenyfelszerelés.hu. Kedves nézőink, az Autosport és Formula magazin vendége Maricek Miklós, köszöntelek a stúdióban. Akár ugye autóversenyzői, rally versenyzői minőségedben is beszélgethetnénk, de most nem, ez egy teljesen rendhagyó interjú veled kapcsolatban, mert hogy te is egészen rendhagyó interjúkra készülsz itt az Autosport és Formula magazinban. Miről is van szó? Hiszen te vagy az ötletgazda. Igen, most 22 éve, hogy elkezdtem rally versenyezni, és ezt megelőzve nem is nagyon volt szó másról, úgy amikor gyerek voltam az újságokban, amikor fiatalabb, tehát ahogy nőttem föl, csak a rally érdekelt, és így nem volt kérdés, hogy ha autóverseny, akkor rally versenyezni fogok. És már nagyon régóta tervezgetem azt, hogy egy kicsit bemutatni azt, hogy miről is szól a rally, egy kicsit agitálni, vagy az elfogadottságot növelni, és ebben kapcsolatosan az ötletem támadt, hogy bemutatni azt, hogy hogyan is lehet elkezdeni a rallyt, hogyan lehet ezt csinálni, és hát ha engem kérdeznek, akkor csak a rally, de természetesen vannak még csodálatos autósport szakágak. Tehát, hogyha jól értem, akkor lesz egy állandó rovatunk, amelyben te megkérdezed a versenyzőket, a magyar rally versenyzőket, hogy ők hogyan is kezdték, és egyáltalán hogy alakult a pályafutásuk, és ezáltal népszerűsíted a szakágat, egyáltalán az autóversenyzést. Igen, én azt gondolom, hogy lesz egy olyan állandó rovat, inkább úgy fogalmaznék, amiben bemutatjuk azt, hogy hogyan lehet elkezdeni a rallyt, milyen jó tanácsok vannak ebben kapcsolatosan, műhelytitkokat, és természetesen még bemutatni egy pár autóversenyzőt, hogy ők is hogy gondolják. Tehát, egy ilyen sorozatra készülünk, amely abszolút átvilágítja a rally sportot. Nyilván a rally közepében vagy, így riporterként mennyire lehet másként faggatni rally versenyzőket, akikkel egyébként együtt versenyzel? Nyilván talán többet is tudsz róluk. Persze együtt élünk. Az autóversenyeken, és úgy gondolom, hogy a hétköznapokban is szinte ugye folyamatos telefonbeszélgetések, taktikák, stratégiák, így azért sokkal jobban ki lehet hozni azokat a finomságokat, vagy akár rá lehet irányítani, hogyha látjuk, hogy most arról nem akar beszélni, vagy például nem úgy akarja elmondani. Így azért ez egy nagyon érdekes dolog, én úgy gondolom. Egy szó, mint száz, aki figyelemmel kíséri majd a sorozatodat, ezt a riport sorozatodat, interjú sorozatodat, az mire számíthat? Meg tud mindent a rally versenyzésről, meg tud minden olyan nem teljesen műhely titokra gondolok, de meg tudja azokat a dolgokat a rally versenyzésről, amik szépé teszik, és én úgy gondolom, hogy azt is meg fogja tudni, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Hiszen mind az autó kiválasztás, mind a csapat kiválasztása, és gondolok a navigátorra is, hiszen ez egy olyan összetett sport, hogy van
sofőr, de kell mellé egy navigátor, azok mellé kell egy csapat, és utána nagyon fontos az, hogy milyen a technika. És ezt lehet sékelni, tehát a sorrend az mindig az sofőrrel kezdődik, aki akar versenyezni, avval kezdődik. És mivel ez a rally verseny áll szerintem a legközelebb a hétköznapi autósokhoz, hiszen hétköznapi pályákon versenyzünk azokon, amint hétköznap a hétköznapi emberek használnak, ezért azt gondolom, hogy ha végén érünk el a sorozatnak, és hogyha nagyon ügyesek vagyunk, akkor lehet, hogy sokan nagyon szeretni fogják, vagy többen szeretni fogják az a rally sportot, és lehet, hogy többen belebennek majd vágni bizonyos szinteken. Így legyen, izgalommal várjuk a sorozatot. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm én is. Egy burvás futamot követően visszatért az aszfalthoz az ORB mezőnye. Június elején Székesfehérvár rali pályáin csaptak össze a versenyzők. A kétnapos küzdelmet rögtön megalapozta egy zápor, amely miatt az amúgy is csúszós pályák vizessé váltak szombat reggel. Ez Hadik Andráséknak feküdt a legjobban, akik itt komoly előnyt harcoltak ki Herzig Norbertékkel szemben, a címvédőt ráadásul még Vince Ferencék is megelőzték. Vasárnap aztán felszívta magát Herzig, visszavette a második helyet és a győzelemért harcolt, de Hadikot nem tudta utolérni, így be kellett érnie az ezüstéremmel. A fordos pilóta így idei második diadalát ünnepelhette, annak ellenére, hogy vasárnap egy technikai hiba miatt a bő 20 másodperces előnye kevesebb, mint a harmadára csökkent. A dobogó alsó fokát Vince Ferencék szerezték meg. Voltak meleg pillanatok, mert ugye elkezdett esni az eső, és ugye a legkeményebb slick gumival voltunk kint, de talán mindenki, és ez egy kicsit megnehezítette onnantól a dolgunkat, amikor nedves volt ugye a pálya, de hála Istennek jól megoldottuk azt a feladatot, és aránylag nagy előnnyel fordultunk a mai napra, és megpróbáltam a mai napon észre okosan versenyezni, ez egyébként működött is, az utolsó körben pedig hiába volt nagyon kicsi az előnyünk, megpróbáltam kontrollálni az első két gyorsaságit, és az utolsó gyorságira készültünk, amit hála Istennek megnyertünk, és polvesztésért is kaptunk pontot. Tegnapi nap egy kicsit eldőlt a csata, ott vesztettünk a második gyorsági szakaszon 20 másodpercet. Az eső, amikor leszakadt, túlon-túl óvatos voltam, és ott nagy hátrányt sikerült összedni. Mai napon tudtunk ebből egy picit ledolgozni, nyilván kellett egy nagyon kicsi szerencse is hozzá, a végére egész szoros lett, de még így is maradt 5,5 másodperc, nem tudom pontosan mennyi. Gratulálunk a srácoknak, nagyon gyorsan mentek. A dobogó amúgy nem egy olyan csúnya helyezés, de úgy éreztem, hogy kicsit előrébb is férkőzhetnénk, nyerni szerettünk volna. Ez most igazából esélyünk sem volt rá, az látszódott. Első nap még ott a második helyen voltunk, meg amikor kicsit ilyen kaotikusabbak voltak a körülmények, amikor slickkel mentünk vizen, akkor egy kicsivel előrébb voltunk. Most ezen a szárazon valahogy nem találtuk itt a lépést. Az első nap annyi nehézség volt, hogy leesett az eső, ott kemény gumival mentünk, ott az elejéhez képest bennmaradt jó sok, amit vittünk a mai nap magunkat. Sikerült második, harmadik időket menni, és folyamatosan gyorsultunk. Tudtuk, hogy hol vannak a másodpercek, amelyik gyorsan esetleg bennmaradt.
Már az első gyorsaságin borult a papírforma Székesfehérváron a másodosztályban, hiszen az eddig minden versenyt megnyerő Csomós Miklósék az első rádiós pontnál felborították a Citroent és feladták a küzdelmet. Ezzel megnyílt az esély a többiek előtt a futamgyőzelemre, ám az idei első versenyén rajthoz álló Zagyva Lajosra és Mesterházi Márkra nem volt ellenszer ezeken a pályákon. A Citroenes páros mind a 6 gyorsaságit megnyerte, és végül közel 1 perces előnnyel zsebelte be az aranyérmet. Mögöttük Berényi Lászlóék értek célba másodikként, ifjú Kanyik Antalék pedig harmadikként, miután nagy csatában legyőzték Jánosa Ákosékat. A bajnokságban így Csomósék 36 pontos előnye kevesebb, mint a felére csökkent, izgalmas utolsó 3 futam vár a résztvevőkre. Nagyon-nagyon ritkán megyünk egy-egy verseny. Így most megvettük hozzá azokat az alkatrészeket, amiket most már tényleg muszáj volt, ahhoz, hogy jól üzemeljen az autó. Ami nagyon vigasztal és jó érzés, a márk ebbe az autóban nőtt fel, a jobb oldalon, a csúcsú mellett, és egyszer-egyszer már azt mondta, hogy mintha már gyorsan is mentünk volna. Úgy gondolom, hogy rátaláltunk a helyes útra ezzel az autóval. Beltesek terén eddig nagyon el voltunk rossz irányba menve. Most segítettek a németek, és azt gondolom, most már megtaláltuk, hogy hogy kell ezzel az autóval menni. Gyakorlatilag abszolút másodikok lettünk, ami gyakorlatilag felér egy győzelemmel, mert egy helyi úriember nyert. Az első körben olyan kicsit görcsös voltam, vagy a fáradtság jött ki rajtunk, vagy valami, nem éreztem annyira, de a második körre azért felszívtuk magunkat, és ott úgy tehát magunkhoz képest gyorsultunk, élveztük az autózás, jó volt, ez most egy harmadik hely lett az eredmény, igazából ennek csak örülni kell. Hely sem rossz élet, tehát nagyon közel voltunk egymáshoz. Most ezt dobta a gép, így jártunk, majd máskor remélem, hogy meg mi járunk, úgyhogy kicsit jobb lesz, úgyhogy nagyjából ennyi. Azt gondolom, hogy az elsőkben kell autókázni stabilan ahhoz, hogy évvégén is jó legyen. Most egy negyedik helyet gyűjtöttünk be ehhez, úgyhogy most így távozom innen. Futamon van túl a Rally Európa bajnokság mezőnye, és eddig elég változatos eredmények születtek. Az évadnyitó Azori-szigeteki versenyen a portugál Bruno Magalhães bizonyult a leggyorsabbnak, és a skodás versenyző az év első 3 futamát kivétel nélkül a dobogón zárta. 93 pontjával így annak ellenére vezeti a pontversenyt, hogy Cipruson nem ért célba. A címvédő Kajetan Kajetanovic már kétszer is hibázott, így egy futam győzelemmel és egy második hellyel 72 egységet gyűjtött. Még Alexej Lukjanuk hiába nyerte a Kanári-szigeteken, balesetet szenvedett egy teszten, és az előző 2 megmérettetésén nem állt rajthoz. Pedig Cipruson jó esélye lett volna a győzelemre, hiszen volt egy kanyar, ahol szinte az összes esélyes, beleértve Magalhaist és Kajetanovicot is kiesett, így egyetlen állva maradt erőtösként Nasser Al-Attiya iratkozhatott fel a győztesek közé. A sorozott balesetről készült belső kamerás felvételek alig ha nem az év legkülönlegesebb videói közé kerülnek majd. Allah Allah.
ezt a versenyt kihagyta, de így is vezeti a pontversenyt az RC 2 kategóriában ifjú Érdi Tibor és Pap György, akik a Kanári-szigeteken nyertek, Görögországban pedig másodikként értek célba az Evo 10-es Mitsubishivel. Akad egy motorsport műhely az ország észak-keleti sarkában, amely nem csak a rally autók felkészítésében, versenygépek fejlesztésében jeleskedik, hanem az utcai autók átépítésében, a tuning területén is komoly hírnévre tett szert. A Gabura Motorsport munkatársai Miskolc-Diósgyőri városrészében a patinás várépülettől és a most épülő futballstadiontól nem messze szorgoskodnak, de hogy pontosan mivel töltik itt az időt a szakemberek, arról a vállalkozás vezetőjét faggattuk, miközben körbevezetett minket az épületben. Mindig is kerestük az egyedi zügyelést és a kihívást, tehát mindig valamivel többet szerettünk volna csinálni, mint a többiek. Akkor, amikor én kezdtem a motorépítést, akkor mindenki Ladát tuningolt, keleti autót tuningolt, mi már akkor kacsingattunk a nyugati autók felé, akkor úgy hívtuk, hogy a 16 szelepes technika, vagy a hengerenkénti 4 szelep, és az öregek akkor azt mondták, hogy amiben már 2000 műtengely van, azzal már probléma van, mi pedig ugye fiatalok voltunk, adtunk ennek a dolognak esélyt, mindenképpen az újat akartuk, törtük az utat. Ez az egyik legfontosabb helyiség, hiszen a mérnökök itt dolgoznak nap mint nap. Itt történnek a fejlesztések, itt szoktunk a nagy gondolatokat előhozni ugye a háttérből. A hajtáslánc tervezés történik itt ezen a lenti helyiségben. Hivatalos kapcsolaton felül is megtaláljuk egymást, mert ugye ez egy kecsegtető ajánlat, hogyha mi feldobunk egy ilyen labdát, hogy nálunk el lehet helyezkedni, én úgy gondolom. Kevés olyan hely van a térségben, ahol ilyen lehetőséget tudnak biztosítani, mint ami nálunk megtalálható. De ettől függetlenül nagyon jó kapcsolatunk a Miskolci Egyetemmel, mindenben támogatjuk egymást. Most beléptünk az akut részlegre, mi csak úgy hívjuk ezt a helyet. Ide kerülnek be azok a dolgok, amik a napi körforgásba belecsöppennek, hogyha gyorsan valamit meg kell nézni, fel kell mérni, meg kell piszkálni, akkor azok a járművek ide kerülnek be. Ezen a szinten szoktuk eldobni azokat a munkákat, amik nagyobb lélegzetvételűek, ami nagyobb idő ráfordítást igényel. Itt nagyon kevesen járnak, és itt lehet tényleg olyan dolgokat készíteni, ami még nem kerül publikálásra, és tényleg nem szivárognak ki akkora az információk, hogyha itt elbújunk és itt csináljuk az autókat. Ebben a helységben a kompozit alkatrészek készülnek, leginkább prototípus alkatrészeket találunk itt. Ugye az autóépítésnél most már elengedhetetlen az, hogy kompozit alkatrészekbe gondolkozzunk, és szerencsés helyzetben vagyunk, mert a kollégáink ezt is le tudják itt fedni, megvan hozzá a gépészet, és megvan hozzá ténylegesen a tudás is, amivel elő lehet állítani ezeket az alkatrészeket. Mindig kutatjuk a lehetőségeket, hogy mi az a szegmens, ahol egy ilyen kis manufaktúrával be tudunk robbanni, és látjuk azt, hogy például a hajtásláncok terén vannak most üresedések, ott találtuk meg a helyünket, jelen pillanatban is szekvenciális sebességváltókat tervezünk és fejlesztünk. Elsősoron
ugye motorsportról beszélünk, itt is megvannak a szakágak, de jelen pillanatban ugye a hátsó kerekes autókra vagyunk specializálódva. Talán azért, mert ez ismételten egy felkapott dolog tud lenni, mi úgy érezzük. Ez a látványos autózás, ez csalogatja vissza a nézőket és a versenyzőket is a pályára. A Miskolc-Tapolcai Avalon Park és a Formula.hu szervezésében minden hónapban más és más magyar toppilóta látogatja meg a létesítmény területén található Hellkart Centert, hogy elektromos gokártokkal is bizonyíthassák tudásukat és létrehozzák a pályán megforduló toppilóták toplistáját. Műsorunk 10. vendége az a Hadik András volt, aki idén már 2 alkalommal is legyőzte a tavalyi abszolút magyar rallibajnok Herczig Norbertet, és gokárt tudását illetően is szerette volna megmutatni, hogy jobb az ellenfelénél. A fordos versenyzőnek korábban nem volt túl sok tapasztalata ezekkel a járművekkel, még benzines változatot sem vezetett, így a műsor készítői, a pályán dolgozó szakemberek és az aszfaltcsík mellett összegyűlt nézők is kíváncsian várták, milyen időeredményre lesz képes a miskolci pilóta. Őszintén ezen a pályán én még nem gokartoztam, mert ugye a Miskolc Rally keretén belül volt tavaly is, meg az idén is ilyen gokartozás, de egy kicsit csaltunk, mert Krisztián gokartozott helyettem, a navigátorom. De amúgy alapvetően ez egy nagyon jó dolog, jó sport, és a versenyről itt egyszerűen nem volt hozzá kedvem. Alapvetően tök jó gokartozni egyébként. Nagyon sok mindenre rájön az ember így, amikor egy kicsit ilyen pályaközeli versenyzést csinál, tehát pályaversenyzéshez közel álló sportot, hogy azért a tizedek hol maradnak benne a kanyarokban. Hát alapvetően igaz egyébként, jól állunk a bajnokságban aránylag, bár volt egy pont az év első versenyen, a Miskolcra nem tudtunk egyébként jól teljesíteni, de alapvetően autó problémánk volt, amit egyébként sikerült megoldanunk, komputer hibája volt a Fordunknak, úgyhogy onnantól kezdve egyébként az autó tökéletesen működik. Tudtunk versenyeket is nyerni, és úgy gondolom, hogy teljesen partiba vagyunk a tavalyi bajnokkal, úgyhogy remélem, hogy az év hátra levő részében is át tudjuk vinni ezt a formát a következő versenyekre. Nagyon fontos verseny lesz most, ami jövő hét végén van, a Veszprém Rally. Ha ott jó eredménnyel tudunk zárni, akkor szerintem harcba lehetünk az év végéig a bajnoki címen. Igen, van esély, mert amúgy alapvetően ugye 7 verseny van, és egyet minuszolnunk kell. Ugye én eddig a Miskolc Rally az a legrosszabb eredményünk. Hát más lenne a helyzet, hogyha jól tudtunk volna szerepelni a Miskolcon, de hát remélem, hogy nem ez a pont a hazai versenyünk, nem ez fog minket hátráltatni a bajnokságban. Magazinunk végén játékra hívjuk Önöket, amennyiben július 30-áig megírják a formula@formula.hu e-mail címre, hogy idén melyik magyar pilóta jeleskedik a legjobban az ERC futamain, fél éves autósport és formula magazin előfizetést nyerhetnek. Velünk legközelebb egy hónap múlva találkozhatnak. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra! Támogatóink és partnereink: Intercars, Hauser Magyarország Kft., North Racing Team, Mester Építő Kft., Targó Trans Kft., Clean Guard, Global Energy, Kartoma. Intercars. Alkatrészek személy- és teherautókhoz, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb disztribútorától, Miskolcon, Debrecenben és Nyíregyházán. Keressen bennünket bizalommal! Intercars.
Lehet, hogy félrehúz a kormány. Kárére Boskár Szervíz Érden az M7-es autópálya lehajtójánál. 0623 520 160 vagy www.car-era.hu. Megbízhatóság, pontosság, precizitás a szállítmányozásban és a logisztikában. KZ Invest Kft.